Köszöntöm Önöket, a fogadóórát látják a mai adásban Rákoskert kerületrész várható folyamatban lévő és befejezett beruházásairól, illetve eseményeiről fogok beszélgetni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban a kerületrész önkormányzati képviselőjét, Fószti Vadart. Üdvözlöm Önt és a kedves nézőket is. Kezdjük azzal, hogy ugye a csapadékvíz elvezetés egy mondhatni visszatérő probléma a kerületben, azonban az önkormányzat beruházásaival folyamatosan próbálja ezt a problémát orvosolni, és ez most a Rákoskert kerületrészben se történt másként. Hol és mi is történt pontosan? Igen, tehát több olyan beruházásunk van, amelyik a kerület részek, kerület csapadékvízmentesítését tűzi ki célul, és Rákoskerten is. Az egy nagyon-nagyon jó adottságunk, hogy Rákoskerten például a Vidadomb olyan magasságban van, mint a Gellért-hegy, de ez a panorámán kívül kötelezettségekkel és problémákkal is jár, többek között a csapadékvíz elvezetéssel. Az elmúlt évek rendkívüli időjárási viszonyai miatt ugye a lezuduló hatalmas csapadék mennyiség sok esetben okozott elöntéseket az alacsonyabban fekvő részeken. Így például az aradi vértanúk tere környezetében is történtek olyan beruházások, amik egy kicsikét megpróbálták a csapadékvizet terelni, olyan csillapító küszöbök épültek, amik nem csak a forgalmat, de a csapadékvizet is megpróbálták irányba vezetni, de ezeken a nagy mennyiségű csapadék át tudott bukni. Most készült el egy olyan beruházás, amelyik egy jelentősebb szikasztó árkot jelent, ahol nagyobb mennyiségű, akár 50 köbméternyi víz is el tud szikadni. Ezzel meggátolva azt, hogy befolyjon a nagy mennyiségű csapadék a kertekbe, a házak udvarára. De ezen kívül a lenti, úgymond Zrínyi utcától a vasút felé terjedő szakaszon is tervezünk beruházásokat. Ott szintén szikkasztó árkot, illetve olyan egy árokrendszert szeretnénk kiépíteni, amelyik később aztán átkötve a vasút alatt a mellzsemocsarat is tudná csapadék vízből ellátni és a vízutánpótlást biztosítani. A megvalósult beruházásra visszatérve, ugye ott még a balesetmentesítés kapcsán lesznek még munkálatok. Igen, hát ez egy elég tekintélyes méretű árok, amelyik az utca frontjáról, hogyha nézzük az utca mellett, nagyjából egy 60-70 cm mély szakadékot jelent. Itt mindenféleképpen kell valamilyen forgalmat biztosító korlátrendszert kiépíteni. Most kollégáim ezt próbálják egyeztetni a hatóságokkal, hogy mit tehetünk ide. De az biztos, hogy ezt a jövő folyamán meg kell még valósítanunk. Meggátolva az, hogy akár autó, akár gyalogos, akár kerékpárral közlekedő balesetet szenvedjen. Ugye Rákosmentére szokták mondani, hogy a legnagyobb zöld kerület, és hát tulajdonképpen Rákoskert is próbálja ezt azzal erősíteni, hogy egy faültetési program elindult ugye évekkel ezelőtt, ami most egy igazán jeles évfordulójához érkezett. Így van, Hatvani Zoltán képviselőtársammal közösen indítottuk ezt a kezdeményezést. A polgári kör is természetesen mindig ott áll mellettünk, és a kerti hagyományoknak megfelelően itt mi engedélyt kaptunk, hogy az ott őshonos gyümölcsfa telepítése is megtörténhet a közterületekre. Ezt egyébként előszeretettel kérik is a kerten lakók, és megtörtént a 200. fa elültetése. Összességében ugye ez része a kerületi faültetési programnak is, illetve most a főváros által is elindított 10.000 fát Budapestnek programnak is része. Ahogy látják a kedves kerületiek, a főutak mellett ültetett ugye a főváros, de mi a városrészi képviselők a saját körzetünkben is igyekszünk ezt propagálni. Ugye nálunk bejelentésre lehet kérni fákat a közterületekre, és itt mi azt mindig azt kérjük a kedves ott lakótól, hogy jelölje ki a fa helyét, és utána gondoskodjon annak a fának a gondozásáról, fenntartásáról. De hát ahogy a számok is bizonyítják, valóban is utalt is erre, nagyon együttműködőek ugye a kerület részi lakosok, és rendesen gondozzák is ezeket a fákat? Igen, a tapasztalatunk az, sőt, hogyha netán bármilyen baleset következtében a fa megsérülne, vagy éppen bármi oknál fogva nem volt életképes a fa, akkor ők jelzik nekünk, hogy szeretnék a cserét, a pótlást, és akkor ezt természetesen mi megtesszük. Ugye közelének az ünnepek, és hát ezt megelőzően ugye van egy szintén egy kezdeményezésük Hatvani Zoltán képviselő úrral, amivel hát nagyon sok gyermek arcára csalnak mosolyt. Ugye december 2-án a Rákoskerti Művelődési Házban volt egy fontos esemény. Mi is pontosan ez a kezdeményezés, mikor indult el, és mi is történt december 2-án? Hát ez most már ciklusokon visszanyúló esemény. Talán még az első ciklusunk idején Hatvani Zolival szintén a nagycsaládosok segítségére próbáltunk sietni. Ez egy most nagyon jó apropó, hogy a családok éve van ebben az évben Magyarországon, de mi ezt már megelőzve jó néhány évvel elindítottuk azt a kezdeményezést, hogy a
városrészi nagycsaládosok részére évente 3 gyerekprogramot szponzorálunk. Itt a gyerekeknek a belépő díját nem kell a szülőknek megfizetni, és a szülők is tulajdonképpen kedvezményesebben vehetnek részt ezen a rendezvényen. Ez a 3 rendezvény mindig nagy sikerű rendezvény, nagyon hamar betelnek a lehetőségek, tehát a férőhely az nagyon hamar elfogy, várólisták szoktak lenni, de igyekszünk tényleg mindenkinek a bejutást, a gyerekeknek azt az élményt adó szórakozást biztosítani. Ha lenne rá igény, illetve nyilván lehetőség is, akkor tervezik ezt a 3-at mondjuk bővíteni? Van rá igény, és mi megpróbáljuk, természetesen együtt kell dolgoznunk a művelődési házzal. Most nem sokára a karácsonyi programok is, ugye a művelődési házban megrendezésre kerülnek, itt is ingyenes koncertek vannak. Tehát azért inkább azt mondom, hogy akkor, amikor olyan neves előadó jön, akinek fellépő díjat kell fizetni természetesen, és mondjuk ez a műsort, a programot belépő díjassá tenni, itt tudunk mi segíteni a nagycsaládosoknak, hogy nekik ezt a belépő díjat nem kell megfizetni. De Rákoskerten továbbra is nagyon sok olyan koncert program van, amelyik egyébként térítésmentes és mindenki számára elérhető. Itt még egy zárójeles kitétel, ugye említett, hogy rengeteg program van, és valóban Rákoskerten tényleg nagyon sok esemény van, ami erősíti az otthoni közösséget és a családokat, és ezért nagyon sokat tesz ugye a polgári kör, és őket mindig meg szoktuk említeni, és ki szoktuk emelni, hogy idén is nagyon jó munkát végeztek. Így van. Szelepcsényi Sándor vezetésével a polgári kör ugye rendszeresen minden hónapban ülésezik, közös kirándulásokat terveznek, és nagyon-nagyon nagy szerepet vállal a polgári kör abban, hogy rákoskerti zöld felületek azok olyan szépek legyenek, mint amilyenek most. A polgári kör aktivistái azok, akik egyébként a zöld felületeken, a közösségi tereken, legyen az akár a jubileumi tér, akár a piac tér, az ottani zöld felület karbantartás gondozást elvégzik, vagy például a Rákoskert napja egy ilyen rendezvény, amelyik a polgári kör kezdeményezése, amiben a szakmai felügyeletet adja tulajdonképpen a Vigyázó Sándor Művelődési Ház Rákoskerti intézménye, de a polgári kör tagjai szerveznek mindent, ők állítják fel a színpadot, ők rendezik be az egész utcát, úgyhogy, és a lebontásnál is természetesen, tehát nekik például a Rákoskert napja egy nagyjából 5 órától, tehát hajnali 5 órától egészen este 11 éjfélig tartó munka. Ugye sok beruházásról beszéltünk, ami már megtörtént, vagy majd lesz, és nagyon sok minden van még ugye a következő időszakban is. 3 ilyen fontosról fogunk most akkor beszélgetni. Kezdjük az elsővel, ugye a 100-szor szép óvodával. Itt mi is lesz majd? Nagyon régóta várjuk és tervezzük a 100-szor szép óvoda bővítését. Ez úgy néz ki, hogy most már tényleg célegyenesbe jut. Készen vannak a tervek, a bővítést. Én úgy gondolom, hogy a jövő évben már el tudjuk kezdeni. Nagyon várja mindenki, hiszen a 100-szor szép óvoda, mint egy városrészi óvoda, az ott élők körében nagyon közkedvelt. Nagyon sokan szeretnék a gyermeküket ezekben a nagyon szép zöld felülettel, nagyon szép zöld környezetben lévő óvodákba beadni, és ott nevelő munkát végeznek, ugye, és kiváló nevelő munkát végeznek a pedagógusaink. Tehát ezek az óvodák kicsik, szűkek. Szerettük volna már korábban bővíteni, de úgy néz ki, hogy most érett be ez a lehetőség. Ahogy mondtam, a tervek elkészültek, és bízunk benne, hogy 2019 tavaszán elindulhat a munka, a bővítés munkálatai. Ahogy utalt rá, erre nyilván voltak felmérések, és hogy tényleg egyre többen szeretnék oda mondjuk a gyereküket járatni? Így van, tehát egy az, hogy a kerület egy, ahogy most nemrég olvastam én is az interneten, hogy a belvárosból is nagyon sokan költöznek ki a külső kerületekbe, és előszeretettel költöznek a felmérések alapján a 17. kerületbe. És a 17. kerületben is keresik a kiköltözők azokat a családi házas, kertvárosi részeket, mint amilyen mondjuk Rákoskert is. Tehát mi azt tapasztaljuk, és azt látom én is, ahogy járom a saját választókörzetem utcáit, hogy nagyon sok helyen a régi kis házak helyére új házak épültek, a régi kedves idős emberek helyére most nagy családok költöznek adott esetben. Tehát nő a kerületnek a lakosságszám, ezáltal nőnek természetesen a városrészi lakosságszámok is, és ezzel együtt örömteli nekünk, hogy a gyerekek száma is gyarapszik a kerületben. Nekik pedig ellátást kell biztosítanunk, és ahogy mondom, ha ez a külső kerület részeken valósul meg, akkor a külső kerület részi intézményeket kell fejlesztenünk. Folytassuk a második beruházással, ugye a Makovec templommal régebben került már ez szóba, amikor ugye itt járt és beszélgettünk. Milyen aktualitásokról tud most beszámolni, hol tart most ennek az ügye? Túl vagyunk közbeszerzési eljárásokon, ahol nagyjából az derült ki, hogy a korábban 2016-ban megnyert 620 millió forint körüli összeg, az nagy valószínűséggel kevés lesz.
Azóta eltelt időszakban az építőipari árak nagyon magasra szöktek, és itt nem csak az építő anyagok ára, hanem a munkának az ára is megemelkedett. Nagy valószínűséggel plusz forrásokra lesz igény ahhoz, hogy a templom építése teljes mértékben megvalósuljon. Mi ezügyben természetesen együtt dolgozunk a Református Egyházzal, a tervezőkkel és természetesen azokkal a kormányzati szervekkel, akik mondjuk a plusz forrást tudják biztosítani. Itt egy picit talán nagyobb önkormányzati szerepvállalás lesz majd, még ennek a mikéntjéről most nem nagyon tudok mondani konkrétumokat, de a tárgyalások folynak a kormányzati szereplőkkel, a támogatásbiztosítókkal, kezdvezményezettel a Református Egyházzal, és az önkormányzat pedig a szakmai tudást, a szakmai segítséget eddig is megadta, és talán mondom, ezután egy kicsivel még többet tudunk segíteni. És hát reméljük, hogy akkor minél hamarabb majd ez el fog készülni. Terveink szerint itt is 2019-ben elindulhatnak a munkálatok. Ezek mindenképpen nagyon jó hírek. A harmadik pedig, hát talán minden képviselő számára az egyik, hanem legfontosabb terület az egészségügy. Ugye ezzel kapcsolatban a Kucorgó térre épülő rendelőt kell, hogy megemlítsük. Milyen új fejlemények vannak itt? Így van. A Csongrád utcában van jelen pillanatban az az rendelő együttes, amelyik egy régi épület toldalékaiból álló épület együttesben foglal helyet, és foglalja magában a felnőtt, a gyermek és a védőnői szolgálat egészségügyi szolgáltatásait. Ezt a rendelő együttest szeretnénk egy teljesen új helyre költöztetni, egy vadonatúj épületbe. Ennek az épületnek a tervei is elkészültek már. A Kucorgó téren a mostani vállalkozás által működtetett hajstúdió és hajtaniskola mögé és az Rényi iskola közé tervezzük ezt az új egészségügyi létesítményt, ahol teljesen modern körülmények közé kerülhetnek akkor be a felnőtt orvosi, gyermekorvosi és a védőnői szolgáltatások. Itt is a beruházás 19-ben fog elindulni. Ugye nagyon sokat beszéltünk, hogy le is zártam most a mondandóját 2019-ről, de hát 2018 év végét írjuk még, és kicsit akkor értékeljük ezt az évet Rákoskert szempontjából, hogyan látta. Azt gondolom, hogy bár ténylegesen nagyon nagy látványos beruházások most nem történtek. De ahogy elmondtam, és ezek az előkészítő munkálatok, akár a három előbb említett nagy beruházás tekintetében is folyamatosan zajlottak ebben az évben. Tehát a tervezői egyeztetések, az intézményekkel való egyeztetések, ezekről szólt a 18-as év a nagy beruházások tekintetében. Ha ezek jól sikerülnek, akkor már a megvalósítás az tényleg csak egy formai dolog, hiszen nekiindulnak az építőmunkások, és létrehozzák azt, amit megálmodtunk. Tehát nagyon fontos mindig a megalapozás, ennek a tervek elkészítése. Az, hogy olyan legyen minden, amit szeretnénk. És nem csak mi, hanem az üzemeltetésben résztvevők. Tehát nagyon sok egyeztetés volt például az orvosi rendelő tekintetében az orvosokkal, a védőnői szolgálattal, hogy olyanok legyenek azok a helységek, amik az ő igényeiket tudják kielégíteni. És akkor azok a programok, amikről már szó esett, a jól bevált programok, a hagyományos programok, ahogy mennek, akár a gyermekeknek szóló műsorok, akár a nagycsaládos rendezvények, akár az Asher Oszkár színháznak a támogatás és az ő premierjeik, az ő előadásaik. Tehát én azt gondolom, hogy a folyamatos működés, a jó működés, a jó gyakorlatok megtartása is mindig eredmény egy évben. És én leginkább most ezt látom a 2018-as esztendő sikereinek, és azokat az apró munkákat, amik kevésbé látványosak, akár egy járdajavítás, akár egy csapadékvízelvezető kis résznek a megoldása, ezek mindig apró-apró lépések, de ezek kellenek ahhoz, hogy majd egy szép nagy egészet kapjunk. És akkor egyik utolsó kérdésem következik, ugye a műsor címéből adódóan, ugye képviselőként fogadórát mikor szokott tartani? Mikor van lehetőség a lakosoknak kérdésekkel fordulni önhöz? Minden hónap első szerdáján tartok fogadórát a Százszor Szép Óvodában, 17 órától, és minden hónap második péntekén pedig a Művelődési Házban, itt igazodva a polgári körhöz is, tehát szintén 17 órától 18 óráig, aztán utána ott vagyunk a polgári körnek az összejövetelén, és ott is nagyon szívesen válaszolunk a felmerülő kérdésekre, vagy beszámolunk az önkormányzati fejlesztésekről. Utolsó kérdésem következik, ugye így néhány nappal karácsony előtt az ünnepek alkalmából mit üzenne, nem csak a Rákoskerten élőknek, hanem a kerületben élőknek is, nem csak mondjuk képviselőként, hanem a polgármesterként is. Hát már volt alkalmam különböző fórumokon azt elmondani, hogy ilyenkor nagyon-nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk embertársainkra.
Most még azt a szakaszát éljük szerintem a karácsonynak, amikor mindenki igyekszik beszerezni az ajándékokat. Ez több-kevesebb feszültséggel jár, hiszen a bevásárlóközpontok már tele vannak, az ember mindig kifut az időből, de azt gondolom, hogy egyre közelebb jutunk az ünnephez, a Szentestéhez, próbáljunk meg lenyugodni, lecsillapodni, és elgondolkodni tényleg azon, hogy ha nekünk van szerencsénk családi körben ünnepelni, akkor azért nem mindenkinek van erre módja és lehetősége. És jó lenne az, hogyha ilyenkor a szomszédba a lakó, egyedülálló idős vagy nem idős embert is meglátogatnánk, és bekopogtatnánk hozzá, pár szóval beszélgetnénk, vagy vigyünk át egy tálcas üteményt. Tehát én azt gondolom, hogy a karácsony hangulatát, élményét, azt nagyon jó, hogyha nem feltétlenül tartjuk csak bent a saját családi körünkben, hanem megpróbáljuk kisugározni. És hogyha sok boldog ember lesz így karácsony közelettével az utakon, az utcákon, akkor mindenki boldogabb lesz. Ezen szép gondolatokkal zárunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és legalább olyan sikeres évet kívánok 2019-re is. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!